Mesélj nekem. Miért könnyes a szemed? Mitől látod feketén és fehéren a világot, miközben a színes? Mondd el, kérlek, mi okozza bánatodat? Ígérem, csendben meghallgatlak. Ha akarsz, te üvölthetsz. Úgy add ki magadból a fájdalmat, hogy annak egyenlőre csak a nyoma maradjon. Az is csak egyenlőre. Hidd el, nem ítélkezem és nem fakatózom. Mesélj nekem, kérlek. Kezd azzal, ami a legjobban fáj. Folytasd azzal, akit elvesztettél. Mesélj rólatok. Érdekel az élete, a közös múltatok, az, hogy ki által és mitől lettél ilyen nagyszerű ember. Mondd el, mit éreztél akkor, amikor a legnagyobb nehézségből álltál fel. Amikor nem tudtad, hogy lesz-e holnap, mert annyira fájt a szíved, hogy elképzelni sem tudtad, hogy lehet ekkora fájdalommal élni. Mesélj nekem magadról. Mesélj az életedről, a gyerekkorodról, arról, hogy hogy iszod a kávédat, hogy milyen számodra egy boldog élet. Mit csinálsz, amikor egyedül vagy, milyen volt az első szerelmed, és milyenek a szüleid, akik felneveltek. Érdekel, el tudsz-e érzékenyülni egy zene hallatán, vagy ha egy megható filmet nézel. Hogy szeretsz-e még játszani? Hogy utoljára kinek mondtad, hogy szeretlek? És miután ezeket elmesélted, én újra megkérdezem. Mondd, valójában mitől könnyes a szemed? Hiszen éltél, hiszen élsz. Adj hát hálát mindazért, amit van. Szóval, kérlek, kezd el. Mesélj nekem.